Történelmi pillanat kishegyesen együtt elemezték a jelen és a jövő kihívásait a délvidéki magyar politikai élet vezetői, vagyis a szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyarság képviselői, valamint a nemzetpolitikai államtitkár. A panel beszélgetésen elhangzott, jelentős mérföldkövet jelentett a magyar nemzetpolitikában, amikor a kultúra és az identitás megőrzésén felül a gazdaságfejlesztés és a szülőföldön való boldogulás is fókuszba került. A program megvalósításában Vajdaság az élen járt, hangzott el a panel Foglalkoznunk kell azokkal, akik elhagyták ezt a területet, és azóta is esetleg elmentek, de a fő hangsúlyt nem ők kell A fő hangsúly arra kell terelődjön, hogy mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik itt maradtak, akik itt szeretnének élni a vajdaságban, itt próbálják megtalálni a boldogulásukat, itt akarnak házasságot kötni, itt akarnak gyermekeket vállalni, itt akarnak fenntartani egy, egy szinte teljes magyar intézményrendszert. És akik ezt komolyan gondolják, elsősorban a magyar politikának, a magyar közéletnek rossz szóval őket kell kiszolgálni. Ez nem kiszolgálás, mert a közélet sem választható el ezektől az emberektől, hiszen együttesen alkotunk egy társadalmat. Amikor ez a gondolkozás elkezdődött, és ez lett az általános, onnantól kezdve jönnek azok a szép eredmények, amelyek ezt a régiót jellemzik. Olyannyira, hogy gyakorlatilag a vajdaság példáján, a vajdasági magyarság példáján nem egy nemzet rész tudott okulni, illetve olyan ötletek váltak általános nemzetpolitikai ötletekké, és utána pedig akár törvényekké, vagy jó gyakorlattá, ami innen indult el. Kicsik vagyunk, de erősek. Van hitünk, és tudunk jó partnerek lenni. Erről is beszélt a magyar kormányjal való együttműködés kapcsán Pásztor István, a VMS elnöke. A jövővel kapcsolatos elképzeléseink szempontjából én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt magunkról, hogy erősek vagyunk. Ez nem az elbizakodottságnak és az elvakultságnak a jele, hanem az önbizalomnak a jele az én számomra. Azt kérdezted, hogy mit köszönhetünk a magyar kormánynak. A magyar kormánynak azt köszönhetjük, ami itt van ebben a szlogenben. A magyar nemzet az egy kis nemzet. Viszont a jövőképe szempontjából, az önbecsülése szempontjából, a az elismerés kivívása szempontjából a, az egyenrangúként asztalnál ülés szempontjából mi egy erős nemzet vagyunk, és ezt a hitet kaptuk mi meg. Ezt a hitet hozta be 12 évvel ezelőtt a Fidesz. Az összes többi gyerekek az következmény. Az összes többi az apró pénzre váltása ennek a hitnek. Nem szabad kicsinek lennünk, és kicsi célokat megfogalmaznunk, mondta Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnöke, aki arról is beszámolt, hogy a horvátországi magyarság esetében sikerült visszafogni az elvándorlást. Sikerült olyan körülményeket teremtenünk, hogy tulajdonképpen minden olyan horvátországi magyar, ami bármiben megpróbálja elősegíteni a közösségét, bárhol, számít, kiszámíthatóan számíthat arra, hogy milyen formában tud ezért támogatást szerezni, legyen az anyagi, politikai vagy jogi, mindegy. Tehát sikerült egy biztos intézményrendszert felállítanunk, amelyet most már több éve működtetünk, és sikerült, sikerült mondom, olyan körülményeket teremteni, hogy, hogy biztos megélhetésben számíthat a horvát. Ez a kiinduló pont az, amire utalnék, hogy okosat mondjak ma itt, hogy mi sosem mertünk kicsik lenni. Szlovénia az érintett országok közül a legerősebb gazdasággal bíró. A kisebbségvédelemnek is nagy hagyománya és komoly intézményrendszere van ott. Emellett a szlovén állam irányából jövő támogatás is jelentős, hangsúlyozta Horváth Ferenc, a muravidéki magyar önkormányzati nemzeti közösségek elnöke, aki szerint mindezek ellenére jelentős a magyarok elvándorlása a muravidékről, ez ellen pedig nagyon nehéz tenni. A 2010-es kormányváltásról kezdődtek meg az a fajta gondolkodás egyrészt, hogy a úgymond a kisebb létszámú közösségek is megkapták azt a jelentőséget kárpát medencei szinten is mind a, a nagyobb közösségek, másrészt pedig tényleg elindultak nálunk is tulajdonképpen azok a fejlesztések is amelyek a gazdaságfejlesztéstől kezdve, intézményfejlesztéstől kezdve, amelyek hasonlóak, mint ahogy máshol a Kárpát-medencében. Szlovéniában is szerencsére sikerült az elmúlt néhány esztendőben egy picit ezt a gondolkodást megváltoztatni, hogy a 21. század úgymond kisebbségpolitikáját nem lehet már csak a kultúrára alapozni. Nyilvánvaló, hogy a nyelv megőrzése az nagyon fontos, és a kulturális intézményeinknek a működése, de, de Szlovénián belül a muravidék számít az egyik legel, legkevésbé gazdaságilag fejlett vidéknek, ezért nálunk sajnos a bevándorlás, illetve az elvándorlás erősödött az elmúlt években. A beszélgetésen egyebek mellett szó volt az oktatásról, a migráns helyzetről, az LMBT propagandáról, a magyar nemzettudatról, az ukrajnai helyzetről és a jövő terveiről is. Potápiárpád János államtitkár úgy fogalmazott, meg kell őrizni a nemzetpolitika eddigi vívmányait, hogy miután csillapodott a háborús helyzet, legyen honnan dobbantani és további pitkezni. Itt most nem az lesz a lényeg, hogy mekkora támogatások, meg milyen támogatások vannak, hanem azt a, az, azokat az eredményeket, amit most felépítettünk az elmúlt 12 évben, azokat meg tudjuk-e őrizni. És hogyha akarjuk, meg tudjuk őrizni, mert az egy, egy jó lehetőség lesz arra, hogy onnan tudjunk dobbantani egy vagy két év múlva, vagy három év múlva, amint lehetséges. Akkor kell lépni, amikor lehet. Nem szabad elmulasztani a lehetőségeket, hangsúlyozta a beszélgetés végén a VMS elnöke. Pásztor István azt mondta, most vajdaságban is azon kell dolgoznunk, hogy megőrizzük az eredményeket, felhasználva a magyar és a szerb forrásokat is. Ezt most túl kell élni, de az idő nekünk dolgozik. A magyarok és a szerbek egyre erősebbek lesznek, mert sokan vannak, akik eredetileg is úgy gondolkodtak, mint mi, csak nem értették őket. Ezt kell bevárni, egységes politikai közegben fogalmazott Pásztor.